miniszter úr, egyre többen érzik úgy, hogy sem személyes életük, sem családjuk nincs biztonságon ma Magyarországon. Úgy tűnik, hogy már az intézkedő rendőröknek is félniük kell. A legutóbbi országos nyilvánosságot is kapott esetben Heves városában az intézkedő rendőrökre botokkal, ásókkal, kapákkal támadt 20-30 helybeli. Elgondolkodtató, hogy az államot képviselő egyenruhásokat intézkedésük közben támadás érheti ma Magyarországon. Nézzük, hogy milyen helyzetben van ma Heves megyében a rendőrség. A megyei főkapitányság rendszeresített státuszainak száma 2008. december végén hivatásos dolgozókkal, köztisztviselőkkel és közalkalmazottakkal együtt 775 fő volt. Heves megyében 2008 év végén 33 fő volt a létszámhiány. Az év folyamán a létszámhiányok állandósultak, csak nem folyamatosan hiányzott a hivatásos állományból 30-40 fő. A megyei rendőrfőkapitányság állományából 2008-ban összesen 161 fő távozott el. A hivatásos állományból 70 fő ment nyugdíjba, ebből 57-en egészségügyi okok miatt. A megyei kapitánysághoz érkezettek sajnos nem egyenlítik ki a súlyos létszámhiányt. A megye rendőri állománya a tömeges nyugdíjazások eredményeként nagyon fiatal. A munkavállalók 27%-a rendelkezik 11-15 év közötti szolgálati idővel. 25 év feletti szolgálati idővel mindössze 5 hivatásos dolgozó van már csak a testületnél. A Heves városában történt eset jól mutatja, hogy a megye déli részén rendszeresek a Miskolcihoz hasonló konfliktusok. Az emberek félnek, biztonságérzetük megingott, hiszen a tapasztalatlan fiatal állomány nem tud megfelelőképpen reagálni a kihívásokra. Úgy tűnik, a rendőrséget teljesen legyengítették, a rendőrök elbizonytalanodtak. Tisztelt miniszter úr, kérem adjon számot arról, hogy miért van ilyen kevés rendőr Heves megyében. Kérem vállalja, hogy milyen tényleges cselekvési terve van a Heves megyei rendőrfőkapitányság megerősítésére. Államtitkár úr, kérem számoljon be a Heves városában történt, intézkedő rendőröket ért támadás hátteréről, részleteiről. Igaz-e az a szóbeszéd, ami szerint körözött bűnözőket rejtegettek a rendőrökre támadók? Mit gondol, egy ilyen eset milyen hatással van a magyar rendőrség tekintélye megítélésére? Mit tesz a rendőrség ebben a helyzetben? Államtitkár úr, vállom a válaszát. Megadom a szót Juhász Gábor államtitkár úrnak, aki válaszolni fog az interpellációra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves képviselő úr, igyekszem 4 percben elmondani a történetet is, és számtalan kérdésére valamilyen választ adni. Február 7-én 10 óra 35 perckor Hevesi rendőrkapitányság ügyeletes tisztít a 107-es segélyhívón egy magát meg nem nevező személy felhívta, és kiabálva mondta, hogy Hevesen a Dankó úton a 38-as szám környékén tömegverekedés van. Járőrszolgálat ment, megnézte két rendőr a helyszínen, és nem látott az utcában a bejelentéshez elhangzottakat alátámasztó csoportosulást, visszatértek hát a rendőrkapitányságra. Majd ezek után 10 óra 45 perckor, ugyanígy a 107-es segélyhívón újabb bejelentés érkezett, ugyanaz a hangú személy, aki az előbbi bejelentést tette, megint elmondta, hogy tömegverekedés van. Így kivonult ugyanaz a járőr még egyszer megnézni, hogy hát akkor az adott helyszínen, hát ha azóta tömegverekedés lett. A Dankó utcában látott bár néhány ember, de csoportosulás nem, jelentette az ügyeletes tisztnek, aki utasított őket, hogy menjenek végig, és a 38-as előtt álljanak meg, és szálljanak ki, nézzék meg, hogy ott mi van. A Dankó út 38 előtti szakaszon kb. 20 személy várakozott, beszélgetett az út szélén, amikor a rendőrautó melléjük ért, az egyik személy a csoportból integetett a rendőröknek, azzal a szándékkal, hogy megállítsa őket. A járőr gépjárművet vezető tagja abban a feltevésben, hogy a személy a bejelentő, a járőrautóval a szegény mellett megállt, és megkérdezte a férfit, mi történt, miért állította meg a rendőrségi autót. Ekkor a férfi a rendőrségi jármű jobb oldalához ugrott, és jobb oldali első ülésben helyet foglaló rendőrőrmester felé kiabálta, mit képzeltek, mit csináltok, éjszaka rámentek a házamra. Miközben kiabált, a gépjármű elejéhez lépett, és öklével többször a rendőrségi szolgálati gépjármű motorház tetejére ütött. Közben azt kiabálta, szálljatok ki innen, nem mentek sehova, öljétek meg mindkettőt. Miközben a férfi rendőrökkel kiabált, az út mellett várakozó csoport körbevette a rendőrautót, és a szolgálati gépjármű oldalsó szélvédőit verték. A járművet megállító férfi közben azt kiabálta a tömegnek, hogy üssétek agyon őket, öljétek meg. A tömegből többen is kiabáltak a szolgálati gépjárműben ülő rendőröknek, hogy szálljanak ki. A résnyire leengedett oldalsó szélvédőket megfogták, és le akarták húzni az ablakot. Közben egy személy azt kiabálta, mit csináltatok az este, beteg emberekre támadtatok.
A tömegből egy ismeretlen férfi a szolgálati gépjármű jobb elejéhez lépett, és a kezében lévő lapáttal a gépjármű előső szélvédője felé ütött, de a szélvédő előtt kb. 20 centire megállította a lapátot, miközben azt kiabálta, szálljatok ki, mert beverem a szélvédőt. A járművet megállító férfi átment a szolgálati gépjármű baloldalára, és a baloldalon helyet foglaló rendőr zászlósnak kiabálta, húzd le az ablakot. Ekkor a rendőr zászlós a szolgálati gépjármű rádiójához nyúlt, hogy értesítse az ügyeletes tisztet a történtekről. Ezt látva a férfi azt kiabálta a zászlósnak, meg ne próbál tenni, mert szétverjük a kocsit. Na ezek után, ahogy ön is tudja, rükvezbe kapcsoltak, és anélkül, hogy bárki megsérült volna, nagyon helyesen elhajtottak a helyszínről, és egy erősítéssel érkeztek vissza. Az ezt követő rendőr intézkedés nyomán a hevesi rendőrkapitányságra bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt 8 fő került előállításra, és az előállítások során elfogásra és előállításra került. A 2009. február 6-án végrehajtott körözési akció célszemélye, aki az országos úgynevezett top 100 listán a 61. helyen szerepelt, aki ellen 8 darab elfogató parancs került korábban kiadásra. Az Agria bevetési elosztály hajtotta végre. És hogy mit gondolok én erről? Hát erről képviselő én azt gondolom, hogy nehéz helyzetben ezek a valóban fiatal rendőrök felelősen, senkinek sérülést nem okozva időben elhagyták a helyszínt, és megfelelő módon visszatérve mindenkit elkaptak, aki bűncselekményt követett el. Ezzel nő a rendőrség tekintélye, én azt gondolom. Köszönöm szépen, kérem válaszom elfogadását. Megkérdezem Nyitrai Zsolt képviselőt, hogy elfogadja az interpellációra adott választ. Elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr, fideszes képviselőként egyetértek Horn Gyula még miniszterelnökként tett kijelentésével, amikor is azt mondta, hogy ami itt van Magyarországon, az nem közbiztonság. Sajnos a miniszterelnök úr kijelentése ma is aktuális. Az ön válaszából hallottunk egy bűnügyi krónikát, de a választ a kérdésre egyáltalán nem kaptunk. Természetesen nem a kis rendőrökről van szó, nem ők a hibások, egyébként megteszik azt, amit meg tudnak tenni. Arról van szó, tisztelt államtitkár úr, hogy önök teljesen lepusztították a rendőrséget, elgyengítették infrastruktúrálisan, és elgyengítették személyi állományában is, ezért fokozódik a bűnelkövetés Magyarországon. Nézem! Én megértem, hogy MSZP-s képviselőtársaim közbe kiabálnak, érezhetően komoly szükségük van a beszéd gyakorlására. Visszatérve magára az interpellációra adott válaszra, azt annak tartalmi hiányossága miatt államtitkár úr nem tudom elfogadni, ami itt van Magyarországon, az nem közbiztonság. A képviselő úr nem fogadta el az interpellációra adott választ, kérdezem önöket, hogy elfogadják-e, azt kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 202 igen szavazattal, 166 nem ellenében két tartózkodás mellett az interpellációra adott választ elfogadta. Az interpellációknak a